Mája Lönde, hónővér, 23. fejezet. Kinyitottam a szememet, és nem jutott rögtön eszembe, milyen nap van. Kinyújtva a az ágyon, a két karomat a fejem mögé húztam, olyan hosszúra nyúltam, amekkorára csak bírtam. Éreztem, hogy a testem felébred. Bizsergés járta át, futott végig rajtam. A lábujjam végétől a kezem ujjainak begyéig. Kibattantam az ágyból, hosszú hónapokon át, mintha lehúzott volna valami a földre. Úgy éreztem magam, mintha, mintha egy jókora ólom nehéz zsákot cipálnék, ám most a zsák eltűnt, és egyszeriben úgy éreztem, mintha repülni is tudnék. Megálltam a szoba közepén, és nagyokat lélegeztem. Igen, biztosan éreztem, hogy ha valaki most kétszernyit adna nekem, azonnal felröppennék. De aztán csak ekkor eszembe jutott, milyen nap van. December 24-e. Szenteste reggele és a születésnapom. És hirtelen meg is fogott el. Mert mi van, ha? Ha a házban még mindig nincs karácsony. Mi van, ha anyáik továbbra is csak furcsa másolatai önmaguknak, és elfelejtettek mindent, amiről tegnap beszéltünk. Mi van, ha nincs is karácsony, és minden olyan szürke, mint volt. Olyan halkan nyitottam ki az ajtót, amennyire csak bírtam, és kimentem a folyosóra. Megálltam, és hegyeztem a fülemet. Csend, néma csend. Tovább lepakottam a padlódeszkákon, a földszintre vezető lépcsőhöz. Pontosan ott, ahol minden évben megszoktam állni, most is megálltam, hogy füleljek, hallok-e valamit. Ez nem valami... valami... zene. Csillagfényes éjszakán, angyal szózat hangzik, Betlehemnek pusztáján, hol pásztor Kellemes borzongás fogott el, milyen gyönyörűen énekelnek. Tettem még néhány lépést, és meghallottam a forgó mécses, mécses, dísz csilingelését is, meg a kandallóban ropogó tüzet. A karácsony hangjai rendben megvoltak. Lesiettem a lépcsőn, és szimatolni kezdtem. Igen, a karácsonyi illatok sem hiányoznak. A karácsony fötű a karácsonyi füstölői, a mézes kalácsi, a narancsi, a fahéjé és a kakaóé. Mind ott volt. Egy másodpercet sem várhattam tovább. Két lépéssel a nappali ajtaján elteremtem. Aztán, aztán benyitottam. A küszöbön megtorpantam, csak álltam ott teljesen ledermedve, és mindezt a néhány pislogásra futotta az erőmből. Ugyanis minden olyan gyönyörű és meleg és szép és aranyló volt, hogy alig kaptam levegőt. A karácsonyfa ott ragyogott a szoba közepén. Hatalmas volt, sűrű, sötét zöld, roskadásig megrakva gyertyákkal, manókkal, csillagokkal, szívekkel és gömbökkel. Pont olyan volt, amilyennek egy karácsonyfának lennie kell, csak még szebb. A legkáprázatosabb karácsonyfa volt, amit valaha láttam. Főleg egy valami miatt. Tudni illik, Juno is ott volt a fám. Az ágain azok a képeslapok lógtak, amelyeket Henrikkel készítettünk, és a tündöklő fények között a nővérem mosolygott rám. A szoba többi része is mosolygott, mindenhová kikerültek a karácsonyi díszek, a Betlehem a kandalló melletti szekrény állt, mint mindig. Az ablakokba piros szalaggal fenyőgajakat tettek ki. A kandalló fölötti polcon azok a papír gurigákból gyártott télapók sorakoztak, amiket az évek során Junóval és augusztával készítettünk, és annyit mondhatok, hogy nem voltak kevesen. Az asztal közepén pedig ott állt az adventi gyártyatartó. Csak úgy ragyogott, és négy új lila gyártya került bele. Örömömben halkan felcsuklattam. Karácsony van. Igazi karácsony. De a legjobbat még el sem mondtam. Anyáról, apáról, meg augusztáról. Mindhárban elindultak felém, még házi köntösben és pizsamában. De egyáltalán nem tűntek fáratnak, A régi ényüket láttam. Egymás után mind megöleltek. Isten éltessem, mondta anya. Boldog karácsonyt, karácsonyi kisfiam, csatlakozott apa. Éjjel, éjjel, kiáltotta Augusta. Leültünk a terített asztalhoz, amely rogyásig volt megrakva, sajtokkal, narancssal, felvágottal, dióval, lazacsal, rántottával és mindenféle jóval. Neki láttunk enni. Szavamra, az volt életem legfinomabb reggelije. Amikor már annyit ettünk, hogy egy falat sem ment le a torkunkon, és annyi kakaót ittam, hogy már-már úgy éreztem magam, mint egy csoki Mikulás, letettem a bögrét, és végignéztem a családomon. Mindenkin külön-külön. Anyán, apán és a kis hugomon. Mindhárman úgy néztek ki, mintha örömükben el tudnának repülni. Sőt, olyanok voltak, mint régen. Figyeljetek, szólaltam meg. Felén fordultak. Van egy kívánságom, mondtam, így Karácsonyra. Már megvettük az ajándékokat, felelte anya. Nem ajándékról van szó, mentegetőztem, illetve mégis valamiféle ajándékról, de ezt nem lehet pénzem megvenni. Kérdő tekintettel néztek rám, szeretném, ha együtt kimennénk a temetőbe, mondtam. Mindhárman, ma délután. Szeretném, ha elmennénk, Juno sírjához.